Nagy-nagy szeretettel üdvözlök mindenkit. Oroszlán, március. Jelentős hónap a március, több szempontból is. Amit szeretnék kiemelni, az a holdfogyatkozás március 25-én. Ott viszont belépünk a karnikus folyosóba. De erről lesz külön-külön videó. Nos, egész márciusban nagyon dominál, ha az oroszlánokról beszélünk, a 8-as és a 9-es szektor, a 8-as és a 9-es asztrológiai ház. Mert a bolygók most úgy valahogy egy csomóban haladnak, általában itt szét vannak szórva, de most nem, valahogy egy csomóban haladnak szépen. Na most a 8-as szektor, ez a nagy pénz, az idegen pénz, mégis ami a rendelkezésünkre áll. Ez lehet a párunknak a pénze, vagy a banknak a pénze, vagy biztosítás, vagy lottónyeremény, vagy örökség lehet. Az élet és a halál szektora, az ezotéria, pszichológia ide tartozik. Egyébként a krízishelyzet is. Ide tartozik a krízis helyzet, és ez viszont a Plutó miatt van, a krízis helyzet. Amit szeretnék mondani, ugye ez a 8-as szektor, most így hirtelen eszembe jutott, a 8-as szektor a Plutónak a szektora, az élet és a halál, tehát a műtét is ide tartozik, és a Plutó most a 6-os szektorban van, ha az oroszlánokkal beszélünk, a 6-os szektor viszont például az egészség. És így hirtelen eszembe jutott, hogy az angol király, ugye? Tehát ő neki az oroszlán az aszcendense, és a hercegnő, az a Katalin hercegnő. Tehát mind a kettő oroszlán aszcendens, és műtéten estek át. Tehát ilyen ez a plutói energia. Na, hát erre érdemes odafigyelni. Nos, picikét el kalandoztam itt a lényegtől. Nos, hát akkor a 8-as szektor ilyen, és a 9-es szektor, viszont ez a jövőképünk, viszont ez a külföld, a felsőfokú oktatás, például a jogi ügyek ide tartoznak, a hit, a vallás, tehát ez a két szektor most nagyon dominál. Hát akkor kezdjük. Március eleje. Na mi van itt? Hatos kardok, az egyik kedvenc kártyám egyébként. A mozgás, az előrehaladás, de viszont kardok rögtön figyelmeztetés. Kardok, szúrós eszköz, az egészségügy ide tartozik, a sebészet például ide tartozik. Jó, viszont ha a műtétről van szó, akkor inkább március 23-áig történjen meg az a műtét, természetesen, ha ez lehetséges, ha nem, akkor az más dolog. Mert ugye 25-én már holdfogyatkozásunk van. Ott már nem nagyon szerencsés belevágni egy műtétbe, főleg plasztikai sebészet. Jó? Itt viszont ez a kártya azt üzeni, ha műtétről van szó, akkor szerencsés lesz. Tehát egyszerűen ez a kártya azt üzeni nekünk, hogy valami, ami rossz, ami negatív, az már a hátunk mögött hagyjuk, ott marad, és előre fogunk haladni. Előre. A boldogsághoz, a jobb élethez, a szebb élethez. Ez a kártya mutat olyan munkahelyet például, ami az internettel kapcsolatos, vagy ezekkel a kütyükkel, okostelefon, stb. Például ez a kártya mutat még utazást, vagy autóvásárlást, például. De a lényeg, hogy hova haladunk a jobb élethez. Itt ez, ami tetszik nekem. És ráadásul a kártyapakli alja, ez bizonyítja nekünk. Négyes, botok, tűz, energia. Ünnep, lesz mit megünnepelni. Ez lehet egy költözés, és ott megint egy hatos. Kejhek, öröm, boldogság. Ez lehet költözés, simán.
Nos, megyünk tovább. Megint kelyhek, ott mutattam, hogy voltak kelyhek, hatos. Itt viszont apród. Lehet gyorsan kívánni egy kívánságot attól az aranyhalacskától. Bizony, teljesíti egyik kívánságunkat ez az aranyhalacska. Ez a kártya mutat valamilyen örömöt. Valamibe belevágunk, ami örömöt okoz nekünk, amit a szívünk, a lelkünk akar, vagy ami, hát ilyen művészettel lehet kapcsolatos. Lehet, hogy valaki régóta akart táncolni, és akkor most elkezdte táncolni. Beiratkozik egy tánciskolába. Vagy a gyermekét beiratja tánciskolába, rajziskolába, hiszen az apródok mutatnak gyermeket is. Házi állatkák, a házi állatkák is ide tartoznak, ott a halacska is mutatja a kis drágaságot. Ők is ide tartoznak, de valamilyen öröm az lesz. És itt a király, és ez maga az oroszlán. Ó, ki a király? Az oroszlán. Igen, ez kimondottan az oroszlán, a botok királya. Na, milyen ez a király? Céltudatos, erős, bátor, itt dominál a tűz energia. Szó nem lehet depresszióról, szó nem lehet. Hát ez az a király, aki bárkit kihúzza a depresszióból. Ez jusson eszünkbe, ha netán lesz egy olyan kis napunk, amikor ugye, hát nem olyan boldog a kis lelkünk, akkor jusson eszünkbe, hogy én király vagyok, és mindent megoldok. Megyünk tovább. Március közepe, 10-től 20-áig, ó, hát ezek szerencsés napok. Jó, nagyon jó ez az időszak. Na nézzük, mi van itt. És még egy hatos, jönnek a hatosok. A hatosok mindig nekünk mozgást mutatnak, hogy haladunk, nem állunk egy helyen, hanem haladunk előre, valamilyen problémát már megoldottunk, valamivel vagy valakivel már megbirkóztunk. És ez a hatos üzeni, hogy jön a segítség hozzánk határozottan. Jön az érték, jön az ajándék. Ajándékot is kaphatunk. Hát itt például március 8, ugye az egyik kirakása rá tud húzódni a másikra, az energiák az egyik helyről át tud húzódni a másikra. Tehát igen. És valaki, igen, kaphat ajándékot, akár itt, március közepén, nem éppen március 8-án. Jó, tehát jön itt valami hozzánk. Jön a valami vagy valaki, aki segíthet nekünk. Jó kis pozitív kártyát kaptunk. Ha mi segítünk, akkor lesz miből. 9-es, a remete. Milyen kártya. Milyen titokzatos maga a titok. És egyébként a holdfogyatkozás az valamit meg tud nekünk mutatni. Valamit megtudhatunk például egy titkot. A holdfogyatkozásnak az energiáját már most itt februárban, ma február 28-a van, már érezhetjük. Plusz-minusz egy hónap, plusz-minusz három hónap. És itt van a lámpás a kezében, ott van. Ez a lámpás valamit nekünk kivilágít. Megtudhatunk egy információt például, ami nagyon fontos lehet nekünk, egy titkot. Kutakodhatunk. Például ez a kártya maga az egészségügy is ide tartozik, kutakodni, hogy mi van a szervezetünkben, mi van, minden rendben van. Vizsgálatokat végezni, megvizsgálni a testünket. Egy kis vérvétel, egy kis ez, egy kis az. Igen, húzzunk csak még egyet, mert ez a kártya azt szokta is üzenni, hogy egyszerűen el akarunk vonulni a külvilágtól, kell egy picike megállás, kell az a bizonyos egyedüllét. Lehet, hogy rendezni kell magunkba a dolgokat, hogy mit is akarok én valójában ott legbelül.
Néha olyan is szokott lenni, hogy valaki például 3-4 napra elvonul, és olvas, egy érdekes könyvet olvas, és akkor azt mondja, na most ne zavarjon senki, kész, én most ezt el akarom olvasni, vagy filmet néz, filmezni például. Vagy egy elszigetelt hely, mint például kórház. Az is benne van a pakliban. Hármas kardokat kaptunk. A kardok, igen, mutatják nekünk az egészségügy, a sebészet, a fogászat, igen, ezek a szúrós dolgok, ugye a kard, ez szúrós eszköz, ide tartozik. Szúrós eszköz, az injekció, ugye, az is ide tartozik ehhez a kártyához. A kardok. A Covid alatt nagyon gyakran jött ki a vakcinákra ez a kártya, a kardok hármas. Amit még szeretnék mondani, plusz, főleg az oroszlánoknak, a szív- és érrendszeri problémák ide tartoznak, és ezek a problémák az oroszlánoknak a problémái. A szív az maga az oroszlán, tehát az oroszlán szívre vigyázni kell. Nos, mi lehet itt még? Kardok, ez maga a kommunikáció, ez maga az információ, és fölötte ott van a remette. A titok. Megtudhatjuk, hogy ki pletykál rólunk például. Ki beszél ki a hátunk mögött? Ki titkol el esetleg egy információt? Olyan is lehet, igen, amikor kijön ez a kártya, hogy valakiben csalódhatunk. A hátba támadás, az összetört szív, azért ide tartozik ehhez a kártyához. És milyen érdekes, ezen a kártyán ott a lámpás, és itt is van egy lámpás, itt, ott a lámpás, csak megtudtunk valamit, valamilyen érdekes dolgot. Megyünk tovább. Március vége, 20-án, a karmikus csomó a Chironnal, a kis bolygóval, egyesül, és még a Merkur is kapcsolódik hozzájuk. És ez viszont a 8-as szektor. A 8-as szektor, ahogy mondtam, adhat ilyen krízis helyzetet, viszont a Chiron, ő maga a gyógyító. Ő gyógyít, tehát itt lehet egy gyógyulás. Egy misztikus gyógyulás, megmagyarázhatatlanul. Valamilyen varázslatszerűen. Megtörténhet a csoda, hogy valaki meggyógyul. Bizony, ez itt lehetséges. Na nézzük. És ugye a holdfogyatkozás 25-én. Igen, tehát 23-áig én azt mondom, ha valaki valamit el akar kezdeni, aláírni valamilyen fontos dolgot, akkor én azt mondom, hogy március 20. három legyen, mert 25, azért 24, 24-én már ott dominál a holdfogyatkozásnak az energiája már azért rendesen. Miért? Mert belépünk a karmikus folyosóba, és ha ott valamit aláírunk, az úgy kvázi megpecsételjük ott a sorsunkat. Nagyon nehéz lesz attól megszabadulni, ha netán meggondoljuk magunkat. Talán lehetetlen. És az tarthat 9 évig, mert ez egy fél ciklus a 9 év, vagy 18 évig. Úgyhogy csak akkor, ha tényleg 1000%-ra biztosak vagyunk a dolgunkban, hogy na tényleg én ezt akarom. Nos, következő kártya, akkor aparód, és ez tűz energia, ez inspiráló energia, valamit itt nagyon akarunk, kaphatunk egy lehetőséget, egyszerűen éghetünk itt a vágytól, a gyermekek is ide tartoznak, az ő dolgaik ide tartoznak, gyermekgondok, valamit megoldani, valamit elintézni, kettő apródunk van már, kettő kezdés, a víz energia itt egyesül a tűz energiával azért. Összefonódik ez a két energia, és megint itt megkaptuk a víz energiát. Itt van,
Itt van az érzelmek, az érzések. Ez viszont tízes, ez boldogság. Ez határtalan boldogság tízes. Egyébként egész hónapban a Jupiter és a Szaturnusz fantasztikus párost alkotnak. Mondjuk ez nem egy együttállás, hanem ez egy trigon. Itt 60 fokról van szó, az asztrológiában 60 fok, a 120 fok, például ezek nagyon szerencsések. És ez egész hónapban, igen, a Jupiter itt a tízes szektorban van, tízes kártya, tízes szektor, a legmagasabb szektor, a státusz, a karrier, a célok, és a Szaturnusz viszont a nyolcas szektort érinti, a nagy pénz, az ezotéria, a misztikus dolog, az élet és a halál, tehát a kezdés és a vég, tehát valamilyen szerencse várható, akár itt az elején, akár itt a végén, igen, a Jupiter és a Szaturnusz erre most képesek. Az biztos, hogy ez itt nagy boldogság. És a befejezés, és megint boldogság. És megint boldogság, és megint érzések, érzelmek. Ez maga a múzsa. Ez maga a múzsa. Egy olyan helyen lehetünk, ahol kikapcsolódunk, ahol feltöltődünk. Már ez a kártya megmutatta nekünk, hogy lehet, hogy kell nekünk ez a bizonyos hely. Kikapcsolódni, feltöltődni. Víz energiát kaptunk. Itt a víz fontos szerepet játszhat. Lehet, hogy lemegyünk a Balatonra. Lehet, hogy valaki a tengerre leugrik egy pár napra. Víz, lehet, hogy ez egy wellness szálloda, de a víznek fontos szerepe van. Az biztos, hogy olyan helyről van szó, ahol nagyon-nagyon kellemesen eltöltjük az időt, ahol szívesen vagyunk, ahova szívesen visszamegyünk, visszatérnénk szívesen, tehát itt boldogság, határozottan boldogság van. Megyünk tovább. Megyünk tovább. Na nézzük. A plusz információt, a plusz kártyát, a királynő és kelyhek. A kelyhek, boldogság. Ugyanaz a kártya van, hoppá, itt a dobozkán. Ugyanaz. Ez egy dupla szerencse. Tehát a királynő. Kehek királynője. Nagyon gyakran lehet, vagy rák, vagy halak, vagy skorpió. Egy ilyen személy fontos szerepet játszhat az életünkben. Meghallgat minket. Jó tanácsot adhat, mert ez a királynő maga az ezotéria. Ez a királynő lehet orvos, pszichológus, jósnő lehet például. Ez a királynő nagyon anyáskodó, nagyon gondoskodó. Ő lehet tényleg az édesanyánk. Ő lehet a testvérünk is, bárki, aki meghallgat, akinek, tehát ki lehet önteni a szívünket, a lelkünket. És ez a királynő mutat örömöt, mutat ajándékot, hát március 8 például. Nagyon csodálatos, boldogságos kártyát kaptunk. Csodálatos és boldogságos kártya. Na, itt kíváncsi vagyok, viszont erre a hármasra például. Mit akar nekünk mondani ez a szúrós hármas? Viszont nem kilences, nem tízes, csak hármas. Ez jó. Tehát ezen könnyen túlteszi magát az ember, ezen a kis szúrós dolgon, tüskés dolgon. Na, mi van itt? És van valamilyen titok itt. A főpapnő, maga a titok, és a remete is valamilyen titkot mutat. Valami van a háttérben. Valami van. Megtudhatjuk ezt a titkot. Valami van. Valami történik a hátunk mögött. Valamit nem tudunk. Valamit meg kell tudni, kardok maga az információ.
Az ész. Valami van itt a háttérben. Húzzunk még egyet. Hát ha a fenti erők még adnak nekünk információt, mert ilyenkor már blokkolva van. De hát ha, na nézzük, az uralkodó nő. Az uralkodó nő, viszont ő maga a komfort. Hát ez a hármas, ez a szúrós hely, minden csak nem komfort. Hát erre kell törekedni. Ami nem komfortos az életünkben, ami kiderül, hogy valaki tett ellenünk például, és az minden csak nem komfort, az minden csak nem jó dolog, az egy szúrós dolog. Hát az uralkodó nő menekül az ilyen dolgoktól, az ilyen emberektől. Mert ő határozottan csak a komfortot szokta választani. Ha neki nem komfortos egy helyen például, akkor ő nem megy el. Vagy ha ott van, akkor ott hagyja és hazamegy. Ha egy társaság nem komfortos neki, ott hagyja őket. Kész. Ő mindig a komfortot szokta választani, mindig. És egyébként ez a bőség, vigyázzat, mert ezt a bőséget az uralkodó nőnek van pénze. Ha hogy nem? Lehet, hogy pont valaki erre pályázik. Tehát van valami. Valami van. A jó kis figyelmeztetés az ott. Megyünk tovább. Az anyaság plusz információ valakinek, amikor kijönnek ezek a kártyák, akkor itt lehet egy abortusz. Ő az anyasság, ő a terhesség, ő is a terhesség, kiderül a terhesség, és egy nem kívánt terhesség lehet, vagy abortusz, vagy vetélés. Ez egy plusz információ valakinek. Megyünk tovább. Nos. Na mi van itt? Még húzunk egy-egy kártyát. Kettes kelyhek nagyon jó. És itt boldogság van, kelyhek, boldogság, amiről beszéltünk. Kettes kelyhek az egyik legcsodálatosabb kártya, az egyik legszerelmetesebb kártya. A boldogság, amikor mind a két ember ugyanazt akarja, amikor nem kell kompromisszumot kötni, amikor béke, harmónia, az itt van az életünkben. Amikor lehet pezsgőt bontani, kocintani, itt valamilyen boldogság van, és ugye három darab vízenergiát kaptunk. Gyógyító vízenergiát kaptunk egyébként, gyógyító vízenergiát. Igen, olyan, mint a grál, olyan, mint hogyha újjá születnénk. Valami van itt a levegőben, valamilyen csoda. Boldogság. Egyébként a kettesek nagyon gyakran választást mutatnak. Hát a boldogságot kell választani. Mérlegeljünk. Van még itt egy kártya, pakli. Ha valami nekünk nem jó, nem kell elfogadni. Mérlegeljünk. Tehát ez itt maga a komfort, ezt kell választani. Mérlegeljünk. Merre billen az a mérleg? Merre billen? Még itt húzok egy plusz információt. Merre billen az a mérleg? Ettől boldogabb lesz az életem? Ettől szebb lesz az életem? Ha igen, akkor igen. Ha nem tudunk határozottan igent mondani, hát aludjunk rá egyet, kutakodjunk még. Mit akar mondani ez a boszorkány? És megint kelyhek. És ott a teli hold, és itt teli hold lesz, sőt, holdfogyatkozás. Úton van valamilyen boldogság. A lovagok valamilyen híreket hoznak nekünk, ajándékot. Ez lehet szerelem, mert ez a lovag egyébként a legszerelmetesebb. Az a bizonyos szőke herceg a fehér lovon, ahogy szokták mondani. Tehát itt lehet szerelem is, ez egy plusz információ valakinek. De valamilyen csoda vágtat hozzánk. Ez lehet utazás tényleg. Nos, menjünk tovább. Van még egy kártyapaklim,
Ezt most minden videóban elmondom, mert kaptam több üzenetet, hogy van egy kártyapakli, amelyeket nem keverem meg így a videóba, hanem csak húzok. Jó lenne, ha megkeverném, megkavarnám. Hát a helyzet az, hogy én mielőtt leteszem ezt a kártyapaklit, én megkeverem, megkavarom, még mielőtt elkezdem mind a 12 videót. Megkeverem, megkavarom, megkuruzsolom itt az összes kártyát, ezt a kártyapaklit leteszem, és az már ott marad. Kész! A 12 videó előtt már eldőlt a sorsa ennek a kártyapaklinak. Azt jelenti, hogy a legfelsőbb kártya az egyes a kushoz kerül, a kettes a bikához, a hármas az ikrekhez, a négyes a rákhoz, az ötös az oroszlánhoz, és így tovább. Tehát nem teszem ide föl direkt azt a kártyát, ami nekem éppen szimpatikus. Nem. Az már ott maradt. Miért szoktam ezt csinálni? Valamikor az idő miatt, hogy ne vacakoljak még az idővel, ne húzzam még az időt, mert úgyis mindig túlhúzom a videókat. Például ezt a videót is 20 percre terveztem, már 26 percnél tartunk. Valamikor kíváncsi vagyok, hogy így hogy alakulnak a kártyák. Most például messze van az a kártyapakli tőlem. Azért ott van, és azért ezt szoktam csinálni. Így, és mutatom. Ennyi az egész. Ennyi az egész, de legyen, húzzunk akkor, méket, tessék, legyen ez, legyen az is, átpördült. Érdekes, hatossal kezdtünk, és jött még egy hatos, és átpördült, ott még egy hatos, több kártya pördült, tehát nem foglalkozunk most már velük. Hatos, 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 ahogy mondtam, a hatos az már az előrehaladás. Itt érmék. Van egy ilyen hatosunk, itt van. Tehát jön a pénz, jön a támogatás, jön az anyagi támogatás, és hatos botok, tűzenergia, hát maga a győzelem, a győztesek kártyája, tűzenergia, a ti energiátok. Ki lesz a győztes? Az oroszlán. Megbirkózik itt ezzel a titokkal, ezzel a szúros kártyával, határozottan megbirkózik. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Sziasztok!